Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. Sikersztori. A szó, ami eszembe jutott, miközben az elmúlt héten használtam ezt a negyedik generációs Skoda Octaviát, ami az új autó bemutatónknak az alanya lesz. És ne kapcsoljatok el, mert nagyon sok érdekesség van ebben az autóban, kiváltképp a motorja, amiről részletesebben is szeretnék beszélni, de amúgy az egész autó egy nagyon ütős kis modell lett, nem mintha a korábbi Octaviák nem lettek volna ütősek, hiszen tudjuk, hogy a Skodának egy olyan sikermodellje az Octavia, ami nagyon jól megalapozta a Volkswagen csoporton belül a Skoda hírnevét, és pénzügyileg egy biztos hátteret adott neki. Az első Octavia, ami ugye Octavia név, az egy régről áthozott régi név volt, még inkább azzal próbált vevőket szerezni, hogy minőségben hasonló, vagy nagyjából ugyanazt hozta, mint a 4-es Golf, ugyanarra a padlólemezre épült, de árával játszottak, tehát próbáltak jobb árpozícióba kerülni, mint a Golf, a koncernen belüli konkurens, és az emberek kezdték megszeretni a modellt, egyre többet adtak el belőle. Viszont most ez megváltozott, ez a helyzet, mert ha megnézzük az árakat, már nincs akkora különbség, sőt, nem is igazán van különbség, hogyha a felszereltségeket egybehozzuk a Golf és az Octavia között, de veszik az Octaviát, és nem véletlen. Ez nem véletlen van. Próbálok is erre majd rávilágítani itt a teszt során, hogy egy igazi jó alternatíva, még a Golf mellett is, és nem azért, mert olcsóbb, mint ahogy az első generációs Octavia volt, hanem azért, mert tud néhány olyan dolgot, amit a Golf nem tud. Ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, tudom, koncernen belül is, amikor leülnek a board tagjai, és próbálják az árpozíciókat meghatározni, hiszen ha egyforma autókat gyártanak, egyforma áron nagyjából, akkor nehéz eldönteni, hogy melyiket vegye meg a vásárló, bár egy legvégső soron egy zsebbe megy a pénz, de ugye a brand igazgatóknak ez egy állandó küzdelem, az eladási darabszám, egyik pro, másik kontra, amikor az egyiket veszik, a másikat nem, hiszen ezek eléggé közeli autók. Az első sorozat ugye még úgy mondtuk, hogy ugyanarra a padlólemezre épül, mint a Golf, viszont ez a negyedik generáció, sőt már a harmadik is, ugye ez az MQB építési elv, ez a modulár Querbaukasten, azt hiszem így mondják a németek, de a lényeg az, hogy itt minden képlékeny, minden mozgatható, egy kivétellel az első tengely vonala és a tűzfal. Erre a keresztmotoros platform stratégiára nevezzük ki, nagyon sok modell épül, amiben keresztben van a motor, ezért ez gyakorlatilag ez a negyedik generációs Octavia ikertestvérének tekinthető a 8-as Golfnak, ugye mind a kettő MQB, és nagyon sok dologban azonos is a két modell. Ami ebben az autóban érdekes nagyon, ez a TSI motor, ez az EA 211-es Evo TSI, ami tulajdonképpen ugye meghagyta a TSI elnevezést, de a TSI valahogy nem cseng olyan jól, mint a TDI. A TDI egy igazi sikersztori lett, nem voltak igazán nagy problémák vele, de az EA 211-es legelső TSI blokkokkal bizony volt ez a kormolódás, a vezérlésállító okoskeréknek problémája volt, és kicsit beárnyékolta a hírnevét. Az Evo blokk nagyon-nagyon sok dologban megváltoztatták, egy olyan koncepció lett, ami tényleg egy mérnöki remekmű, mondjuk ki, én kimerem mondani, lehet, hogy ezzel is lesznek problémák, de ezt majd a jövő fogja nekünk megmondani. Sok érdekesség van benne, ezt majd meg is fogom mutatni. A formáról túl sokat nem lehet beszélni, bár nagyon sok dologban más, tulajdonképpen az összes karosszéri elem megváltozott a 3-as generációhoz képest, az osztott lámpa is eltűnt, egybe került. Egy barátomnak, ahogy mutattam az autót, ő egyébként egy autógyárnak a beszállítóival foglalkozott, és kezdtem neki mondani, hogy az osztott lámpát is lecserélték erre az egyre, és mondtam volna tovább a marketing szöveget, hogy azért, mert ezt jobban elfogadják a Skoda vásárlói, de ő belevágott a szavamba, az osztott lámpát is lecserélték az egyesre, ő belevágott, mert olcsóbb. És ebbe kicsit ő, neki hinni lehet, mert
tudja, hogy ez egy nagyon fontos szempont, de én mégis azt mondom, amit a marketing szöveg, hogy lecserélték, mert jobban elfogadják a Skoda vásárlók ezt a egybe lámpát, mint az osztottat, ami a harmadik generációson volt. A másik érdekesség a karosszériának ezek a konkáv vonalai, ez ugyanígy megtalálható a testvérmodellen, a 8-as Golfon, de már a 7-esen is, és az oldalvonalban is van egy ilyen kissé konkáv törés, ami a 3-as generáción nem volt. Tehát, hogyha ránézünk az autóra, akkor azt mondjuk, hogy ez egy Skoda Octavia, mert ez a brand image valahogy már megalapozták ezzel a hűtőmaszkkal, stb. De ha közelebbről megnézzük, nagyon látjuk, hogy ez az autó totál más, mint a 3-as generációs. Teljesen mások a vonalai, mások a karosszéria elemei, de ügyesen megcsinálták azt, hogy mégis Skodának néz ki. A másik érdekessége meg az, ugye, hogy ők itt patika mérlegen próbálják grammolni ezt az egész dolgot, hogy ne legyen szélsőséges a forma, mert a szélsőséges formát nagy rétegeknek nem lehet eladni, de azért legyen mindig friss, legyen mindig modern, és legyen mindig szép. A szépségről nem érdemes vitatkozni, én inkább azt mondanám, hogy ez tényleg egy ilyen nem megosztó forma. Ez biztos, hogy nagyon sok embernek tetszeni fog, el fogják fogadni. Nekem, az én konzervatív ízlésemnek ez a forma bejön. Mint mondtam, az egyik érdekessége ennek az autónak a motor, és ez az EA211 Evo blokk, ez az 1.5-ös TSI, ez egy széles körben használt Consent motor a Volkswagen csoportban, és akárhova nézünk, mindenhol valami különlegesség van benne. Összességében is elmondhatjuk azt, hogy ez a motor most tartalmazza majdnem az összes olyan technikai megoldást, amit ma egy korszerű benzinmotornak tartalmaznia kell. És ugye ez nem öncélú dolog, azért kellett ezt a motort ennyire fejleszteni, majdnem azt mondtam bonyolultá tenni, de igaz, ez is bonyolultá tették, de valójában fejleszteni, mert elsősorban a szigorodó EU normák, ezen belül is a széndioxid kibocsátást nagyon kellett mérsékelni. Ugye a koncern átlag is számít, ezért egy-egy motort, pláne hogyha nincs túl sok elektromos vagy speciálisan kis kibocsátású motoruk, akkor minden motort próbálnak nagyító alá venni, csökkenteni, stb. Tehát a széndioxid kibocsátást. És ugye a széndioxid kibocsátás, meg az egyéb károsanyag kibocsátás és a fogyasztás az ugye együtt jár, mint ló és a nyereg. Amely többet fogyaszt, az általában többet is bocsát ki, ezért nyilvánvalóan próbálták a fogyasztását csökkenteni ennek a motornak. A fogyasztás csökkentésnek majdnem azt mondtam, hogy könnyebb, de valójában nem könnyebb, hanem a legkézenfekvőbb módja a motor hatásfokának a javítása. Ezért ugye a motor hatásfokát több dologgal lehet javítani. Egy, a belső veszteségeinek a csökkentésével, mint súrlódás, pumpálási veszteségek, stb. Másik, ugye a vezérlésének módosításával, itt most gondolok a Miller ciklusra, ugye ez a motor képes Miller ciklusra is. A Miller ciklus egy módosított vezérlés, Otto motor vezérlés, amikor a pumpálási veszteségeket csökkentjük, összességében nő a motornak a hatásfoka, a maximális teljesítménye kicsit csökken, de ugye nem minden üzemállapotban ezt használja, csak bizonyos üzemi körülmények között. Na, de haladjunk egy kicsit sorba. Ez a motor hengerenként 4 szelepes, egy különleges kialakítású égéstérrel van, ahol a szelepek sem egyforma szögben vannak, hanem különböző szögben. Ráadásul, ugye direkt befecskendezős, a direkt befecskendező 350 bar nyomáson fecskendezi be az üzemanyagot, 5-ször a munkaütem alatt, akár 5-ször is, üzemi körülményektől változik, hogy hogyan. De ami még érdekessége, hogy az injektoroknak a furatai, azok nem úgy vannak normálisan elhelyezve, hogy általában az injektoroknak, hanem nincs 2 egyforma, vagy talán 2 egyforma van a többi különböző, más szöggel van fúrva, ezért az égéstérben megfelelő helyekre
spricceli be az üzemanyagot, ahol helyi égés megindulás alakul ki. Egyik sugár például kimondottan a gyújtógyertyára, hogy ott induljon meg az égés, és egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon rétegelt égést tudnak létrehozni belül, és ezzel a megoldással egész szegény keverékes égést is tudnak alkalmazni, ami ugye alapja annak, hogy jó legyen a fogyasztás, és egyebek. A vezérműtengelyek folyamatosan változnak, változtatható a vezérlési idő, egymáshoz képest is ide-oda tudják hangolni őket, nem lépésekben, hanem folyamatosan, valamint a 2-es és 3-as, tehát a két középső henget le is tudja kapcsolni. Amikor lekapcsolja, akkor a szelepeket sem mozgatja, és ezért bent a pumpálási veszteség is kevesebb lesz. Ez a vezérlése, még érdekessége, hogy egy élettartam szíjjal van megoldva a vezérlése, ami be is van építve, eléggé nehéz hozzáférni, csavarokkal van. Itt látjuk, csavarokkal van odafogva, tehát látszik, hogy nem ilyen gyors, lepattintós, hanem csavarok. Azt mondják, hogy élettartam szíj. Én amikor kint voltam 2017-ben ennek a motornak a bemutatóján, én ott egy mérnökkel beszélgettem nagyjából másfél órát, és kérdeztem tőle, mi az, hogy élettartam. Tehát nem szeretjük ezeket a megoldásokat, vagy ezeket a megfogalmazásokat, amikor azt mondod, hogy mindjárt majd ott forduljál le. Mondd meg, hogy 250 méterre le kell fordulni. Mi az, hogy élettartam? Mindenkinek más az élettartam, és akkor kicsit arcon csapott engem az a mondat, amit ő mondott, azt mondta, 200-250 ezer kilométer. Tehát ők az élettartamot ott a gyárban azt mondják, hogy 200-250 ezer kilométer. Addig biztos, hogy nem fog meghibásodni, utána meg majd lesz valami, nyilván cserélni kell, de ez a hivatalos meghatározás, hogy élettartam szíjjal van ellátva ez a VW211-es motor. Evo. Az intercoolere vizes, és a motornak van még egy ilyen speciális termomenedzsmentje. Igazság szerint hosszan nem akarok róla beszélni, a lényeg az, hogy három hűtőköre van. Van egy a hengerfejnek, egy a motortömnek, egy pedig az úgynevezett hidegkör, az a turbófeltöltőnek, illetve az intercoolernek. Ezt a három kör tudja variálni egyébként, amikor indítjuk az autót, akkor például nincs is áramoltatás, hűtőközeg áramoltatás, mert leállítja az elektromos pumpákat, ezért nagyon gyorsan melegszik a motor. Ez annyira így van, hogy amikor reggel elindultam 19 fokos hőmérsékletnél, nagyjából 4 perc óvatos tempó után elérte és mutatta bent a műszer a 90 fok üzemi hőmérsékletet. Most ez egy dolog, hogy a olaj még valószínűleg hideg volt, de akkor is nagyon-nagyon hamar felmelegszik a motor. Ugye ez a káros anyag kibocsátás miatt is fontos, de a motor élettartama miatt is fontos. A másik két kör, főleg itt a turbóhűtése és az intercooler, ezt hidegkörnek hívják, mert itt kisebbek a hőmérsékletek, és ez is elektromotorral áramoltatott hűtőközeg. Érdekessége a forgattyús ház is a motornak, mert alumínium, és a hengerhüvelyek úgynevezett atmoszférikus plazmaszórással ötvözött, kopásállóvá tett, ahol egy speciális hónolási eljárással simítják a felületet, és alakítják ki a végső méretet, ahol a hónolás mélyebb, és kicsit ritkább, mint a hagyományos értelemben vett hónolásos henger megmunkálás, ezért ezek az úgynevezett olajtároló táskák, amit a hónolás vágásai vagy nyomai jelentenek, ezek mélyebbek, több olajat tárolnak, jobb a hő átadása a dugattyúnak a hengerfal felé, de ezzel az olajfogyasztása is picit nagyobb, mint a megszokott, mert ugye az olajtároló részekből az olajlehúzó gyűrű nem tudja olyan módon eltávolítani az olajat. Ez üzemi dolog, tehát nem arról van szó, hogy pontatlan a megmunkálás, hanem ez direkt így tervezték ezt a motort. És tovább is lehetne az egész vezérléséről beszélni, de most tényleg nem akarok ebbe belemenni, egyszer majd elmondom annak, aki érdekli, de még egy dolgot ezt nem hagyhatok ki, hogy
A motornak bár van folytószelepe, de amikor nyomok egy padlógázt, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az kinyílik, sőt, az is lehet, hogy már rég teljesen nyitva van. Tehát a motor fordulatszámát vagy teljesítményét nem a folytószeleppel vezérli, mert akkor az veszteség lenne, áramlási veszteség, és rosszabb hatásfokú lenne, hanem a szelepvezérléssel eltolja időben, és a beszívott levegőt, valamint a turbó által szívócső nyomást generálva az elektromos geometriájú turbó és a vezérléssel együtt a beszívott levegő mennyiséget tudják szabályozni. Tehát el tudod érni azt a részüzemi állapotot, hogy nyomsz neki egy nagy gázt, a kocsi gyorsul, de a gázadás előtt már a folytószelep nyitott állásban volt, csak a légszállítást az említett berendezések határozzák meg, tehát a vezérlés és a turbó. Ez is egy tök érdekes, mert ezzel is növelik a hatásfokát. És nagyjából még egy dolgot el kell mondjak. Az olaj. 0-20-as olajat használnak benne, ez gyakorlatilag az a típusú olaj, amire a szakik azt szokták mondani, amikor engedik le, hogy mint a víz, az már tönkrement, olyan, mint a víz. Ez egy nagyon híg olaj, az egyik leghígabb jelenleg, ami nagyobb forgalomban kapható, és ez is azért van, hogy a szivattyúzási veszteségeket csökkentsék, nyilván ehhez illesztették a csapágyakat, és egy olyan olajpumpa van benne, ami a kenési igényeknek megfelelően szállítja csak az olajat. Ezzel is ugye csökkentik a veszteségeket, növelik a motor hatásfokát. Még a csapágyakról is szeretnék mondani. A főtengely csapágyak is ugye startstopos nyilván, hiszen Euro 6-os a motor. A bevonatolt csapágyak vannak benne, polimer és teflon bevonatú, több rétegű csapágyak, amelyek rövid ideig az ilyen vegyes súrlódásos állapotot is nagyon jól viselik el, és nagyon jó siklási tulajdonságokkal rendelkeznek, és nagyon jó olajtároló, megtartó képességgel. Magyarul azt jelenti, hogy ha a start-stopot is használjuk állandóan, leáll, beindul, igazság szerint a csapágyak jól bírják, jól kell, hogy bírják, és hosszú élettartamúak lesznek. Nem tudjuk, az idő majd meg fogja mondani, de ez egy nagyon jól átgondolt koncepció, és ugye a korábbi problémák, amik voltak vele, a kokszosodás, stb., ezt mindet tudnak róla, ezzel nem árulok el nagy titkot, ahogy ott beszélgettem a mérnökökkel, ők mondták, hogy igen, ez ezért volt, azért volt, és mind a dízel, mind a benzines modelleknél ezeket már próbálják kiküszöbölni, amint lehet, úgyhogy bízunk benne, hogy ez egy jó motor lesz. Most meg fogom mutatni a kocsi belsejét, és aztán menni fogunk vele, még amikor majd megyünk, még vissza szeretnék erre a motorra térni, mert tényleg, ahogy mondják, Párizs megér egy misét. Ez a EA 211 Evo, ez is megér egy misét. A Skoda Octavia-nak az egyik nagy ütőkártyája mindig a méret volt. Ezért mondták már az első generációsnál is, hogy nagyobb a kombi Octavia, mint a kombi Golf, és talán így is volt, és ez továbbra is így van. Itt például egy 640 literes csomagtér van, egész lelapították a sárvédő dobokat, doblemezeket, ez itt egy méternél egy kicsit több, tehát szélesebb, és ugye minden jóban van valami rossz. A hátsó futómű, ugye, vagy minden rosszban van valami jó, ezt akartam mondani. A hátsó futómű egy olyan csatort lengőkaros egyszerű futómű. Nagyon jó a hangolása, erről majd menet közben beszélünk, de a lényeg az, hogy ez nagyon kis helyet foglal. Kis helyet foglal a lengéscsillapító bekötés, stb. Nagy tudott lenni a csomagtartó. És természetesen variálható, nagyon sok akasztó, fülek, stb. Vannak benne, tehát ez egy olyan igazi praktikus. Tehát most itt vannak a forgatási cuccok, de lekötőszemek vannak, ahova rögzíteni lehet mindent. Aztán itt hátul is vannak lekötőszemek, ahová rögzíteni lehet dolgokat. Itt kihajtható akasztók, ahová szatyrot fel lehet akasztani, hogy ne guruljon el. Másik felszereltségben vannak itt lebillenthető távkapcsolós ülések, és még vannak egyéb akasztók is, tehát ennyi akasztó az akasztófa világában nincs. Itt is. Aki itt valamit nem tud rögzíteni rendesen, az sehol nem tud.
Úgyhogy, és ez egy feláras extra, ez a betét benne, de még egy szükségpótkerék is befért, tehát nem defektjavító, még ez is elfért. 12 voltos tekker, hűtőláda hátul, berakható, és plusz még van egy sí alagút, vagy sízsák, vagy régen sízsáknak hívták, mert tényleg zsák volt, most már nincs zsák, de kihajtható, tehát hosszú dolog, akkor is bedugható, ha hátul ketten ülnek. Praktikus. Egyébként az autónál egy csomó dolog van ilyen, amire nagyon figyeltek, hogy ilyen praktikus legyen. Ez nekem annyira tetszik, mert ezt az autót senki nem azért veszi meg, mert beleszeret. Már úgy értem, ez nem egy Alfa Romeo, vagy nem tudom, nem egy csodálatos nő, akit meglátod és megszereted. Ez az eszünkre hat ez az autó, és ez mindig is ilyen volt, de valahogy ez is szerethető dolog. Ellentétben az elektromos hátsó ajtó mozgatással, amit én például nem szeretek, de nem én állítottam össze ennek az autónak az extráit. Az is lehet, hogy aki összeállította az extrákat, az pontosan tudta, hogy az emberek ezt szeretik. Én nem. Hátsó ülés, ajtó egész jó kinyílik, be lehet ugrani. Most magamhoz be van állítva az ülés, hát óriási a hely. Még ha picit felnyomom a fejtámlát, ennyi hely van még a fejem fölött. Tehát itt most ez nem az az autó, ahol így kell ülni hátul, és ilyen klausztrofób érzésed lesz. Ki lehet látni, jó, stb. Kényelmes még a fejtámla is. Az én lábam ugyan eléri az ülést, de mindig szoktam mondani, én ilyen nyújtott kézzel vezető típus vagyok, de még így is kényelmesen tudok itt hátul utazni. Nem túl alacsonyan van az ülés, viszonylag magasan, és még így is van fejterem. Elég. Zsebek itt. Egy telefonnak, ami nem esik bele, nem csúszik le alulra, itt pedig akármit berakhatunk. Ez is nagyon jó, hogy ide tehetik a hátsó utasok a telefonjukat. Ez tényleg olyan dolog, amire figyeltek. 230 volt, van benne egy kis inverter, itt van egy piktogram, hogy olvassuk el a használati utasítást, nem véletlenül, nem tehetünk ide nagy dolgokat, de a laptopot tudjuk tölteni, borotválkozni tudnánk, 150 wattig jók vagyunk, az elégséges. Természetesen USB-C csatlakozók itt is kettő van, mert hátul ketten ülnek, külön is tudják tölteni. Ez a modell hátsó ülés fűtéses, jól felszerelt, egyébként Style felszereltségű. Ugye van az Ambition és a Style, az Ambition a belépő, de ne tévesszen meg minket ez a belépő szint, mert nagyon jó felszerelt az Ambition is, ugye 8 millió forintba kerül. Az alapmodell. Ez azért nem kevés, de nagyon jó felszerelt. Ez a modell, ez már ezekkel a felszerelésekkel, ez már a 10 környékén van, de hát kevés dolog hiányzik belőle. Nézzük meg elől, ott is sok érdekesség van. Mint mondtam, én ilyen nyújtott kézzel vezetős típus vagyok, de a kormányt nagyon nagy tartományban lehet állítani, és szerintem mindenki megtalálja benne a kényelmes vezetési pozíciót, mert az ülés is nagy tartományban állítható előre-hátra. Ha előre toljuk, akkor nem csak a sín miatt emelkedik egy kicsit, hanem nyilván fel is lehet emelni. Egyébként ebbe memóriás elektromos mozgatású ülések vannak, de a mechanikus ülés is nagyon jól állítható. Tehát ez is egy olyan fancy extra, ami oké, biztos van akinek ez kell, nem tud nélküle élni. Aztán megváltoztatták a teljes belsejét ennek a negyedik generációs Octaviának. Konfigurálható műszerfal, majd meg fogjuk mutatni. Én most csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen szövettel borított műszerfal betét van, amit én nekem tetszik. Kicsit tartok tőle, hogy az évek folyamán ez hogy szívja majd magába a port, de így most újkorában biztos, hogy nagyon szép. Nagyon hasonló a szövése, mint magának az ülésnek. Ha az ülés mondjuk alkantara bőr, a feláras ülés, akkor a szövet is a műszerfal borításon ilyen alkantara-szerű. Másik dolog, ami nagyon tetszik nekem, ahogy ezt a
ezt a dísz csíkot itt kicsit megcsavarva kialakították a kilincset, ami igazi fém. Ha a klímát ráállítjuk, akkor úgy lehűl, hogy egész jól lehet érezni, hogy fémből van. Egyébként maga a koncepció az nagyon hasonlít a 8-as Golfra. Leállítom a motort, készenlétben volt egyébként. Nagyon hasonlít a 8-as Golfra, elhagyták ugyanúgy a rezsókapcsoló világítást, hanem ezt az úgynevezett láthatósági panelt tették ide, ahol minden olyat lehet állítani, ami a fényekkel összefügg. Nem sokat kell kapcsolgatni, mert ez az autó is automata állásban kezeli a fényszórókat, bekapcsolja, ha kell, kikapcsolja, ha nem kell, nyilvánvalóan nappali menetfényre kapcsol át. És minden egyebet ide hoztak a középkonzolra, ahol van az elmaradhatatlan tablet, de nagyon örülünk annak, hogy azért jó sok gombot megtartottak rendes nyomógombnak. Mert vannak bizonyos dolgok, amit gyorsan el kell érni, és még akkor is, hogyha ez csak egy menüt indít el, akkor is nagyon jó, hogy van egy nyomógomb, amit gyorsan el lehet érni és indítani. Meg fogom mutatni kicsit ezt a menüt is, mert érdemes. Megmutatom ezt az egész kezelőt, meg ugye az új műszerfalat, ami egyébként feláras, az Ambition modell alap belépő felszereltségi szintben még a hagyományos órák vannak, csak kettő között van egy konfigurálható panel. Ez viszont már itt a Style felszereltségben szériában jön ez a TFT display, és nagyon-nagyon majdnem azt mondtam, hogy megszerettem, de inkább azt mondom, hogy kezelhető, tehát igazán nincs vele probléma. Kicsit lejjebb veszem a befúvást, és hogy más nem mondjak, okos klíma, ez az, ugye más piktogramokkal, de a klasszikus klíma, ezt is így vissza lehet szépen ide kapcsolni, és leállítani, vagy bekapcsolni a befúvást. Tehát alapvetően ez az egész tablet, meg a főmenü rendszer nagyon jól kezelhető, átrakható, idehúzod, átteszed, odahúzod, látod, minden hangulatvilágítás, itt konfigurálni lehet, hogy milyen színű legyen, tél, nyár, ősz, tavasz, rész, óceán, minden individuál, színeket konfigurálni, stb. Én azt gondolom, ez olyan, amit egyszer beállít az ember, azt úgy hagy az örök életben, de ez is egy lehetőség. Azt mondják, hogy azért kell az érintőképernyő, azért kell a konfigurálható műszerfal, hogy mindenki saját magának megcsinálja a saját beállításait. Ha itt van egy kilométeróra, meg egy fordulatszámmérő, akkor az ott van örökre. Ha nem tetszik, mindig azt nézed. De itt át lehet variálni, mindenki személyre szabhatja. És szintén, már említettem, de most is elmondom, azt mondják a fejlesztőmérnökök, hogy az emberek igénylik az ilyen touchscreen-t, kell nekik, a fiatalabbak sokkal jobban boldogulnak ezekkel, mint ezekkel a gombokkal, a régi rendszerrel. Pont ma láttam egy 13 éves srácot játszani telefonon valamilyen játékot. Olyan gyorsan kezelte a telefont, hogy nem bírtam követni. Tehát el tudom képzelni, hogy ezek a fiatalok sokkal jobban tudják ezeket kezelni. De, mint mondtam, meghagyták ezeket a fix gombokat, például, hogyha módot szeretnénk váltani, csak megnyomjuk, és akkor itt ki tudom rögtön választani, hogy eco mód, amikor lassú a gázpedál, jelzi nekem, hogy hova kapcsoljak, vagy normál, vagy sport. Ez a sport, ez biztos erre is igény van, de ez az autó nem a sportolásról szól. Valamint be lehet individuál profilra állítani, hogy néhány ilyen legyen, néhány olyan, de ezek ismert dolgok, ez korábban is volt már másik modellben. De visszatérve a főmenüre, nagyon jó megvan az egész csinálva, könnyen elérhető, gyors, nekem egyszer nem fagyott le, gyorsan lehet mindent állítani rajta, az assist rendszereket kikapcsolni, bekapcsolni. Az assist rendszerekről csak annyit mondanék, hogy természetesen minden benne van, aminek benne kell lenni az Euro 6-os normához, de például a ráfutás gátló vészfékezés az picit ilyen hisztis. Tehát többször nekem akkor is bejelzett, amikor már nyomtam a féket, csak ő úgy ítélte meg, hogy túl nagy tempóval közeledünk az előttünk álló autóhoz, és akkor pit-pit, meg piros lett minden, stb.
Nekem ez egy kicsit sok, de például a követőradar, a tempomat, a távolságtartó aktív tempomat, az nagyon jól működik, nagyon jól tartja, és jól működik az egész. Tehát összességében jó a benyomás, de ki kell, hogy mondjuk ezek a biztonsági berendezések még nem jutottak el arra a szintre, hogy zavartalanul tudjuk használni őket, és most ez nem a Skodáról van szó, hanem ezekben az autókban általában, én kérdezem mindig nem csak a barátaimat, hanem olyan srácokat is, akik nem ilyen autó őrültek, mint mi vagyunk, hogy használják-e ezeket, és majdnem mindenki azt mondja, hogy ő kikapcsolja a fenébe, mert őt zavarja, hogy húzgálja a kormányt a sáv elhagyás gátló, vagy figyelmeztető, és általában ez van, de hát ha benne kell lenni, és ebbe is benne van. Úgyhogy ennyit az egészről. Ugye össze van párosítva a telefonommal a speedzone.hu, Speedzone használt autó, Pista tesztét néztem éppen, úgyhogy még ezt mutatja itt a telefonomnál, és ennyit. A műszerfalról szeretnék még néhány dolgot mondani. Ugye ez is olyan, hogy konfigurálható, és különböző dolgokat tudok megjeleníteni, akár itt a kilométerórában, vagy akár a fordulatszámmérőben. De ha ezt az egészet unom, mert én egy ilyen konzervatív csávó vagyok, akkor simán megcsinálhatom azt, hogy egy ilyen egyszerű, vagy csak a navigációt teszem fel, vagy egy ilyen nagyon egyszerű kijelző, csak a sebesség, esetleg a fogyasztás, meg az egész részletesen konfigurálható. Tehát bármit kialakíthat az ember, amit szeretne, és meg lesz. Hogyha szemfülesek vagytok, láthatjátok ezeket a kapcsolókat, ez pontosan a 7-es, illetve 7-es Golfból származik. Tehát mindig a koncernen belüli alkatrészeket úgy pozícionálják, hogy a 8-as Golfban már azt hiszem másmilyen van, tehát megkapta a 7-es Golf kapcsolóját a 4. generációs Octavia. Hát ugye nyilván ennek is pénzügyi okai is vannak, de nincs ezekkel a kapcsolókkal semmi baj, nagyon jól működik, meg az összes kezelőszerv nagyon jó. Mint ahogy a váltója is nagyon jó ennek az autónak, és még szeretnék majd valamit mutatni nektek, amit itt lehidaltunk egy kicsit. Egy olyan dolgot, amire igazán nem számítottunk, láttunk itt a pohártartó alján ilyen pöcköket. Én arra gondoltam azért, hogy ne zörögjön a pohár, ha be van téve, és ez valójában arra való, hogy a PET-palackok alján lévő pöckök beleakadjanak a hepe a hupába, a hupa a hepébe, így, és akkor egy kézzel lecsavarható a kupak, és egy kézzel tudjuk az egészet kezelni. Ez önmagánál egy sokkal többet elmondó dolog, mert ez 0 forintba került, ezen csak egy kicsit agyalni kellett, és ez annyira jellemző erre az egész autóra, hogy nagyon sok ilyen agyalós dolog van benne, amin gondolkodtak, használták az autót, és tudják. És én már hányszor jártam úgy, hogy a ásványvizes palackot nem bírtam itt lecsavarni, mert itt forog körbe, nyomni kell, stb. És ezt is megoldották. És mondom, ez sokkal többet jelent önmagánál, mert ez nem csak nem csak 5 gumipont itt a pohártartó alján, hanem ez mutatja, hogy ezek az emberek gondolkodtak. És ez az egész autó ilyen. Például itt van ez a betét, amit ide be lehet tenni, és akkor így ide be lehet állítani a telefont, ha valaki ilyen telefonbeleállítós pénzt is lehet itt tartani. Nem muszáj ezt használni, ha nem akarjuk, el tudjuk tenni. Természetesen vezeték nélküli töltőhely is ki van alakítva a telefonnak. De hogy más nem mondjak, még mutatok valamit, ami nekünk nagyon tetszett, csak ki kell hozzászálljak, és átmenjek a túloldalra. Ebben az ajtóban van egy kukás zsáktartó. Beszarás emberek! Kipattintod a fehéret, ide be lehet tenni egy 20x30-as zacskót, majd utána ide így visszateszed, és akkor itt be tudod dobálni a szemetet az ajtóba, majd utána, ahol ki tudod dobni, ott pedig kidobod. Ezek azok az apróságok, amik szerethetővé teszik ezt az autót. És most is azt mondom, hogy itt nem az érzelmekre hat ez az autó, nem, ez nem egy ilyen szívet megdobogtató modell, de
igenis racionális, praktikus, egy csomó ilyen apróság van rajta, amit lehet szeretni. Úgyhogy, ja, és természetesen a benzinbetöltőnél ott van a Skoda védjegy, ami szokott lenni, a jégkaparó, különböző dolgokkal, és természetes az is, gyere légy szíves velem, tányecskó, hogy a Skoda esernyő is ott van az ajtóban, mint a Rolls-Royce-oknál. Ez is milyen praktikus, hogyha kell, akkor ott van. Ennyit a külsőről. A Skoda emblémás esernyő, nagyon jó. Ennyit a külsőről, most pedig menjünk vele, és meglátjuk, milyen menet közben. Akkor induljunk is. Key, let's go. Kulcs nélküli indítás. A futóműve puhább lett ennek az autónak, mint az elődjének volt, és én ennek őszintén örülök. Mert nem kell a kemény futómű, pláne nem egy Skoda Octaviában, ki fog ezzel pályanapozni, vagy sportolni, vagy ennek az autónak kényelmesnek és biztonságosnak kell lenni. Ez a futómű puhább lett, mint az előző, de semmivel nem romlott a stabilitása az autónak. Akár a nagy tempójú stabilitásról beszélünk, akár az ilyen kikerülő manővereknél, nem kezd el így billegni össze-vissza, mint a hajóinta. Nagyon jó. A gördülési zaj is viszonylag alacsony benne, tehát jól szigeteli az utastértől. Egyébként pedig a futóműve szögegyszerű. Ugye elől a szokásos rugós tagok, hátul pedig ez a csatolt hosszanti lengőkar, semmi különlegesség, de pont elég, tényleg. Nekem nagyon, nagyon tetszik, hogy komfortosabbra merték csinálni, és ez mindenképpen előnyére szolgál. Nagyon érdekes karaktere van ennek a motornak. Régebben a turbodízelek voltak ilyenek, hogy már 1500-as fordulattól elkezd szépen húzni, és egyenletesen a fordulatszám növekedésével nő az ereje. Ennél a motornál is ezt lehet érezni, hogy nagyon jól megfújták a turbóval már alul, tehát egy jól illesztett turbó van hozzá, és ami megint csak feltűnik, hogy főleg ha bekapcsolja az ember a gazdaságossági javaslatokat, ami mutatja, vagy kéri, hogy mikor váltsunk, meg mikor vegyük le a lábunkat, azt is jelzi a műszerfalon a gázpedálról, akkor nagyon hamar azt kéri, már most kéri 1800-as fordulaton, hogy tegyem ötösbe, és haladjak ötös fokozattal, és a picit gyorsítok, már kéri a hatost. 66-tal megyek 1500-as fordulaton, de kéri a hatost. Igaz, hogy most ECO-ba van kapcsolva, de akkor is ez nagyon alacsony, és már így 66 km/h azt kéri, hogy én 1300-as fordulaton így menjek. És ami a vicc, és ezt meg is mutatom, hogyha én innen elkezdem nyomni a gázt, nagyon hamar feléled ez a motor. Egész hamar betölt a turbó, és innen már 1500-1800-ról nagyon szépen elkezd menni, elkezd húzni. Hosszú váltó van mellette természetesen, egyébként nem beszéltem róla, de ez a 150 lóerős verzió. Jelenleg túl sok verzió nem kapható, de ez a motor úgy van kialakítva, hogy az ETSI-hez is passzol, tehát a mild hybrid vagy mild hybrid modell ugyanúgy együtt tud működni ezzel a motorral, és beépíthető, és lesz is a Golfban, és itt az Octaviában is később, jelenleg még nem rendelhető, csak ez az alapváltozat, illetve a dízellel. Néztem a konfigurálást, hát még kicsit hiányos a dolog, de hát ez egy nagyon, nagyon új modell, ugye ez most jelent meg. Egyébként egy igazi utazóautó, mert nagyon csendes és kényelmes. Bravúrosan el van szigetelve egyébként a karosszériától a motornak mindenféle rezgése. Ha kicsit mérnök szemmel nézem, akkor eszembe kell, hogy jusson, hogy azért ezek az elasztikus elemek, amik így elszigetelik, meg a kettős tömegű lentkerék esetleg, ami benne van a hajtásláncban, az lehet, hogy nem lesznek
örök életűek, de hát könyörgöm, mi örök életű, semmi manapság, de csendes, csendes, szépen megy. Ez egy igazi utazóautó, és ha szívünkre tesszük a kezünket, és racionálisan gondolkodunk, kell több? Most az átlag embernek kell több autó, mint egy ilyen kombi Octavia? Nem, nem. Százas tempónál 2000-et forog. Gondolom halljátok, hogy mennyire csendes. Nagyon jó. És ez az autó 205-ös gumikkal, 16-os 205-ös gumikkal van szerelve. Ez is például egy nagyon, nagyon jó választás ezekre az utakra. Kicsi a gördülési zaja, kicsit ballonos, komfortosabbá teszi az autót. Jól van konfigurálva tényleg. És azért van ereje, tud menni, de a gyorsulás azért... Mindig azt szoktam mondani, ezek kicsit ilyen leszedált Euro 6-os lovak, amik ezekben az autókban vannak, pláne ugye a turbo miatt akármilyen ügyesen illesztett, akármilyen jó változó geometriájú, jó turbo van ezeken, vagy bármelyik másikon, mindig van egy kis késedelme, soha nem olyan, mint mondjuk egy villanyautónak a reakciója, de borzasztó, tulajdonképpen nagyon-nagyon sokat fejlődött a járműtechnika, főleg ezek a motorok, tehát így összehasonlítjuk ezekkel a régi bringákkal, amikkel ugye 10-20 éve jártunk, ezeknek a motoroknak közük nincs ahhoz. Nyilván ez egy nagy bonyolultságú rendszer, és mint minden nagyobb bonyolultságú rendszer, majd hibákat fog később generálni, de néha én elcsodálkozom rajta, és bámulatos, hogy hova jutott a technika, és milyen frankok lettek ezek a motorok. Igen, és mint mondtam, utazóautó, és ennek az autónak itt az eleme, az autópálya, nagyon, nagyon jó áttételezett váltója van, jól van illesztve a motorhoz. 6. 130, 2700-as fordulat. Tök csend. Szélzaj is nagyon alacsony, gördülési zaj is alacsony. Jól megcsinálták. Ez a szint, ez a zajszint 10 évvel ezelőtt kizárólag a luxusautókban volt elérhető. Nem egy, hanem nem az, hogy egy kategóriával feljebb, hanem ez tényleg a legdrágább luxusautónak. Az S-klasse Mercedes, a 7-es BMW, ebben volt ez a menetkomfort, zajszint elérhető. Ez most már leköltözött ide ebbe a kategóriába, és tényleg. Egyébként nagyon figyeltek az egész autó belsejénél így a felhasznált anyagok minőségére. Ha egy dolog furcsa, akkor ez a kapaszkodó, amivel behúzzuk az ajtót, ez maradt ilyen kopogós műanyag. Egyébként így térdvonal fölött, vagy így csípővonal fölött, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem nagyon lehet igénytelen anyagokat találni. Úgy értem, hogy kopogós műanyagot. Egyedül ez a kilincs valahogy, mintha elfelejtették volna, vagy ajtóbehúzó. Ezt kicsit ilyen fura, de mindegy. Érdekes ez a két küllős kormány is, hogy itt alul nincs küllője, csak két küllő, de összességében ez egy klassz kis bringa. Itt az Eco jelzi, amikor három hengerrel, illetve két hengerrel megy a motor. Ezt leginkább motorféküzembe lehet észrevenni, de nem véletlen akkor sem, mert ugye a pumpálási veszteségeket csökkenti ott is, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ilyen 110 alatti tempót, ha síkúton megyünk, lehet tartani úgy, hogy kettő henger megy. Sajnos nem feleződik meg a fogyasztása kettő hengerrel, csak nagyjából 1 literrel csökken, ezt mondja a sajtóanyag is, ez az én tapasztalatom is. Ha pedig a fogyasztásról beszélünk, én el tudok ezzel az autóval autózni, úgyhogy normálisan közlekedek ilyen 6,5 literrel, ami nagyon jó. Ha takarékoskodom, vagy kicsit ilyen túlzásba viszem az óvatoskodást, simán lemegy 6 liter alá is a fogyasztása. Úgyhogy nagyon jó, 150 lóerős autóról beszélünk.
Nyilván ehhez használni kell a kigurulásokat, az ekomódot, pláne így lejtőn, most is egy picit lejtőn megyünk, folyamatosan tartom a 118-at, és jelzi nekem, hogy most jelenleg 2 engerrel működik a motor. Nálam az átlagfogyasztás az 6,6 liter volt itt a teszten, a teljes átlagfogyasztás 2000 kilométerrel ezelőtt nullázták, tehát a hosszú távú fogyasztás pedig 6,8 volt az autónak. Azt mondom, hogy ez nagyon jó egy 150 lóerős motortól, úgyhogy nem csak ilyen öncélú hülyeskedés volt ez a sok bonyolult technológia, amit beletettek ebbe az Evo 211-es EA 211 Evo blogba, hanem tényleg meghozta az eredményt. Gondoljatok bele, 20 évvel ezelőtt egy 150 lóerős 2 literes szívómotor azért nem így fogyasztott. Akár melyikre gondolunk, ügyesen megcsinálták ezt, nem beszélve az emissziós értékekről, kibocsátási értékekről. Ez elvitathatatlan. Az, hogy komplex, bonyolult szerkezet, az is elvitathatatlan, de azért általában 200 000 kilométerig nem szokott ezekkel gond lenni. És akkor mi a vége? Venném az autót? Igen, venném, de jegyezzétek meg, én is 60-80 ezer kilométert megyek egy év alatt. Nekem olyan autó kell, ahol ilyen figyelmességek vannak, hogy egy kézzel ki tudom nyitni a kólát, tudom hova tenni a telefonomat, van hátul töltő, ahol a laptopot fel tudom tölteni menet közben. Tehát jó, most akkor nézzük meg autohitel.hu, MKV, Euroleasing, hogy hogyan tudnám én ezt megvásárolni. Ennek az autónak a vételára az így 9,5 millió forint. Futamidő, azt 5 évre teszem. Én azt gondolom, hogy 50 ezer kilométert megy az ember, ha sokat megy, 5x5, 25, 250 ezer kilométerig ezzel az autóval különösebb probléma nem lesz, és önrész pedig azért egy ilyen 4 millió forintot kellene. 4 millió 500-at írtam be önerőnek, finanszírozás akkor ugye 4 millió 9-re jön ki. Számoljuk. És meg is jött. 96 000 forint törlesztő részlet havonta, 6,2-es THM-mel, az összes törlesztő pedig 5,7. 96 000 forintért 5 évig van egy ilyen jó kis Skoda Octavia-m. Én azt mondom, hogy ez nem egy érzelmekre ható autó, de tisztességesen megcsináltak, és biztos vagyok benne, hogy jó piaci siker lesz, ugyanúgy, mint ahogy az eddigi Octaviák. Nincs mit szégyelni rajta. Köszönöm szépen, hogy eddig velem voltatok. Ez volt az új, negyedik generációs Octavia bemutatónk. Itt a Speedzone-on. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, klikkeljétek be a harangot, sok teszt jön még. Sziasztok! Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. A műsor támogatója a Perizsia Consulting Kft. A műsor támogatója az Invention Factory Development Kft. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.